Üdvözlök mindenkit! Ebben a videóban egy Aonami 900B nevezetű mikrofont fogunk kicsomagolni. Úgy gondoltam, hogy már eljött az ideje ahhoz, hogy váltsak egy komolyabb és valószínűleg egy végleges mikrofonra. Úgyhogy erre a mikrofonra esett a választás. Nézzük is! Itt is van ránk. Nézzük, hogy mit található a dobozon. Ilyen fontosabb információ. Ugye maga a logó, maga a mikrofon kinézete, ugye több színben is elérhető. Elérhető feketébe, szürkébe, hát nem is tudom milyen szín, ilyen vajszínű, fekete, szürke, inkékes, fekete-fehér, és hasonló színekbe. Nekünk most a fekete jutott, itt is van. Nekünk fekete színbe jutott, nem fehérbe rendeltem, úgyhogy nézzük is, mit tartalmaz a doboza. Azt hiszem, itt kell kibontani, így is van. Elfordítjuk, rendben. A tartozékok itt is vannak. Kapunk hozzá egy kábelt, amit a számítógépes mikrofonnal kell összeköttetni. Igen. Azt mondja, hogy kapunk hozzá egy shockmountot, amit a mikrofon állványra kell felrögzíteni. Ezt is megnézzük mindjárt. Mi ez a kis tecaki? Igen, ezt kell becsavarni a shock mountba, ahhoz, hogy az állványra fel tudjuk csavarni. Ez egy kisebb bemenetet biztosít a shock mount számára. Ezt is mindjárt megnézzük. És jöhet a lényeg. Egy nagyon elegáns tasakot kapunk hozzá. Nagyon jól néz ki, és szerintem ez bőr vagy műbőr, nem is tudom, de nagyon jó igazából. Jól néz ki minden esetre. És egy használatosítást, mivel Németországból jött, alap, hogy van benne német. Fontos a tulajdonságokat, megnézzük. Németül nem értünk, megnézzük az angol részét, itt is van. A zsenik megnézhetik, hogy ezek mit is jelentenek. Mole. Igen, nézzünk is tovább. Ennyi volt. Nézzük a tartozékokat. Kapunk egy ilyen kis pecket, amit ugye rá kell csavarni a shock mountra, ahhoz, hogy állványra tudjuk helyezni. Ezt meg is tesszük mindjárt. Mikrofont később. Ilyet a shock mount, elkézzel megmondom, hogy szintén egy picit nehéz. De megoldom. Gyere ki, angyalom! Meg is vagyunk. Ugye ebbe a fogalatba kell bele csavarni ezt a kis pecket. Ezt meg is teszem mindjárt. Meg is volnánk, ennyire egyszerű, csak bele kell csavarni, semmi nehéz nincs benne. És akkor ezzel tudjuk megszorítani, illetve kilazítani, az, hogy ne lifegjen nekünk. Igen, nézzük tovább. Ugye itt van ez a jó kis kábel. Ezzel tudjuk összekötni a számítógépet és a mikrofont. Ez is mindjárt kibontom. Meg is vagyunk, egy USB-s megoldásról van szó. Ezt a részét dugunk bele a mikrofonba, és ez a része kerül a számítógép egyik USB csatlakozójába. Ez valószínűleg egy ilyen másfél-két méter hosszúságú kábel lehet, célnak megfelelő, elegendő hosszúságú. És akkor jöhet a lényeg. A mikrofon, amire továbbra is jellemző, hogy nagyon elegáns
tasakban van, nagyon jól néz ki, és tényleg ehhez az árkategóriához szerintem már illik is egy ilyen tasakban árulni. Itt is van. A további csomagolással kerülünk szembe, és itt is van. Az Aonami 900B. Igazából jól néz ki. Ugye ide kell becsatlakoztatni a kábelnek az egyik felét. Ezt mindjárt meg is teszem. Itt is volnánk. Becsatlakoztattam a mikrofonba a kábelt. A másikat azt meg majd később elintézzük. Na, a másik feladatunk még az lesz, hogy ebbe a shock mountba belehelyezzük valamilyen módon. Ezt méghozzá úgy tudjuk megtenni, hogy ezt a két kis kiálló fém pöcköt ugye összenyomjuk, és akkor ez ellazul. És be lehet csúsztatni. Ezt meg is teszem. Meg is volnánk, belebújtattam a kis shock mountba. Igazából nagyon jól néz ki, és nagyon stabilan tartja. És ha csúsztatni kell benne, tehát fejebb vagy lejjebb akarom helyezni, akkor sem lesz gond, mert ennek a shock mountnak a belsejébe, a belső részén egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen gumiszerűség van, ami igazából megvédi attól, hogy megkarcolódjon a mikrofon, vagy bármilyen sérülést okozzon neki, úgyhogy ezzel sem lesz gondunk. Akkor jöhet az összeszerelés. Itt is vagyunk, akkor szereljük össze. Először is kihúzzuk a kábelt, ugye, hogy ne akadjunk vele össze. Ez már bele van csatlakoztatva a számítógépbe. Igen, akkor áttekerjük a magára az állványra. Azt hiszem erre kell tekerni, így is van. Mindenképpen érdemes ez a mikrofonhoz már egy állványt is beszerezni, úgy lesz a leghatékonyabb. Jó, már szorul is. Ugye becsatlakoztatjuk és a kábelt beadújjuk a mikrofonba, ami remélem elér odáig. El kell érnie. Így is van. És nagyon szépen világít igazából. Jól néz ki minden esetre. Egy kék LED található benne, ami nagyon szép. Ugye a teljesen Aonami 900B LED, tehát a LED az erre val. És akkor befejezésképpen úgy gondoltam, hogy egy mikrofontesztet mindenképpen beejtenénk. Nagyjából így hangzana az Aonami 900B LED típusú mikrofon. Mindenképpen jobb, mint egy abszolút csak skype-olásra használható mikrofon. Szerintem ez már képes egy igazán drága mikrofont is kiváltani, ha arról van szó. Ebben az árkategóriában szerintem úgy gondolom, hogy nincs jobb. Abszolút megéri. Annyi biztos, hogy aki ezt a mikrofont megveszi, annak nem kell lecserélnie évek múlva sem, mert ki fogja szolgálni az illetőt. Úgyhogy igen, ennyi lett volna az Aonami 900B LED tesztje. Ha tetszett, nyomd egy lájkot és iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!